Az újpesti önkormányzat valamennyi újpesti általános iskolásnak kifizeti a tankönyveit. A kerület általános iskolái folyamatosan veszik át az idei tankönyveket. A Fóti úti angol tagozatos iskolába is megérkezett a szállítmány. Az elsők között érkeztek meg a könyvek a Fóti úti angol tagozatos általános iskolába. Megtudtuk, hogy a második osztályos Nebulók könyvcsomagja a legolcsóbb, 7131 forint, a legdrágább a hetedik osztályosok csomagja, amely 18160 forintba kerülne, ha az önkormányzat nem állná a cehet. Ki kap ingyen és kinek kell fizetnie? Ingyen kapnak azok a tanulók tankönyvet Újpesten, akik az állami támogatásra jogosultak a megfelelő jogszabály alapján. Illetve Újpest önkormányzatának képviselőtestülete döntött arról, hogy azok a tanulók, akik 2011. január 1-e óta itt laknak Újpesten, a szüleikkel együtt, azok is ingyen kapják meg az újpesti önkormányzat jóvoltából a tankönyveket. Nem kis segítség, ezt gondoljuk el, hogy 7. osztályban több mint 18 ezer forintba kerül a tankönyvcsomag. A vonatkozó önkormányzati rendelet szerint az elsőtől a 8. osztályosokig bezárólag a teljes tankönyvcsomagot ingyenesen kapják a diákok a kerületben. Természetesen a nyelvkönyvek is beletartoznak a csomagba. Az iskolák állították össze a tankönyvek listáját, amelyeket az önkormányzat vásárolt meg. Csak azok a tankönyvek nem kerülnek bele az ingyenes csomagba, amelyeket az előző tanévben is használtak a diákok. Így például nincs szükség újra beszerezni az atlaszokat.